Köszönjük Önöket! Isten hozta Önöket! Én jó magam, Günther Tréger vagyok. Én pedig Herbert Stift. Herbert, a mai adás kifejezetten különleges lesz, igaz? Igen, Günther, köszönöm. Ez egy kifejezetten különleges adás lesz. Márpedig azért, mert nyaralással kapcsolatos hasznos tippeket fogunk Önökkel megosztani, amik megóvják ezt a gyönyörű, csodálatos kék planétát, amelyben élünk. Igen. Szoktál te szomjas lenni, Günther? Szomjas? Hát persze. Arra gondolsz, hogy eleget iszom-e? Nem, most nem erre gondoltam, hanem arra, hogy előfordult-e veled már olyan, hogy városnézés közben nagyon kitikkadtál, és nem jutottál folyadékhoz? Igen, ez állandóan egy probléma, amikor az ember elmegy túrázni. Van erre valami megoldás? Van. Hogy ne lenne? Nagyon egyszerű. Mi a megoldás? Kulacs. Mi ez? Kulacs. Így hívják, hogy kulacs. Ó, nagyon érdekes. Igen. Csak egy egyszerű mozdulattal letekered a kupakját, és már ihatod is belőle, ami benne van. Próbáld. Ez nagyon egyszerű. Igen. Mi is a neve? Kulacs. Kulacs. Igen, óriási. A folytatásban arról fogunk beszélni, hogy az emberek dolgát milyen módon meghatározza az, amikor műanyag zacskóval vásárolnak. Ne is mondd, ne említsd! Borzasztó, ugye? Ugye? Borzasztó, rettenetes. Én is megőrülök a műanyag zacskótól. Olyan boldogulok velük. De mégis mi lehetne a megoldás? A megoldás nagyon egyszerű és környezetkímélő. Képzeld, úgy hívják, hogy vászontáska. Hoppá! Ezt hogy csináltad? Ott volt a füled mögött, onnan vettem elő. Vászonból van, és ugyanúgy elbír mindent. Látod? És már csúszik is bele a szőlő. Fantasztikus! Környezetkímélő, egyszerű és levegőzik. Nagyon jó. Nocsak, Günther, izmosodtál, határozottan erős vagy. Mi történt? Rosszat tettem? Az az igazság, hogy pár napja napoztam, és elég csúnyán leégtem. De hát nem használsz naptejet? Az az igazság, hogy nem használok naptejet egyáltalán. Tudod azért, mert sok vízben oldódó naptej károsítja az élővilágot. Ezért úgy döntöttem, hogy én nem élek ezekkel. Günther, hisz te egy csodálatra méltó ember vagy. De muszáj naptejet használni az UV-sugárzás ellen, csak környezetbarát naptej. Környezetbarát naptej? Igen. Ennek az összetevői nem tartalmaznak nehezen lebomló anyagokat. Igen. Szeretnéd kipróbálni? Persze. Érzed már? Szívódik is be. És ez tényleg környezetbarát? Bizony. És nem ég le legközelebb a hátad. Szuper! Herbert? Igen. Amikor nyaralni mész külföldre, szoktál venni szuveníreket magadnak és a családodnak? Jaj, Günther! Érzékeny pontra tapintottál. Herbert! Be kell vallanom, hogy igen. Szoktam. Igen, hűtőmágneseket. De ezt nem szabad, egy boltban nem mehetsz fel. Kógömböket, tudom, de annyira szeretem őket, hazaviszem a családnak. De sajnálom. Herbert, az a fontos, hogy ne vásároljunk műanyag fröccsöntött szuveníreket. Inkább helyi kézzel készített és a hétköznapokban is felhasználható tárgyakat vigyük haza emlékül. Igen. Herbert! Parancsolj! Ne haragudj, de színházba van jegyem, úgyhogy mennem kell. Színházba? Mit nézel? Az Apák és fiúk című előadást. Az Apák és fiúkat, az egy kiváló előadás pazar színészi alakításokkal. De Günther? Igen? Ugye
nem nyomtatott ki a jegyedet. Dehogy is! Nem. Egyszerűen letöltöm a telefonomra, és ezzel védem a környezetet. Azért. Persze, én is mindig a telefonomat használom. Sokkal egyszerűbb, és nem termelek vele plusz szemetet se. De tudod, csak azért kérdeztem, mert az emberek nagy része kinyomtatja, és utána elkallódik, összegyűri, és a fákat se védjük így. Nem, nem jó dolog ez így. Ez volt a mai különleges epizódunk. Mindenkinek jó nyarat kívánunk. Találkozunk ősszel. Én Herbert Stift voltam. Én pedig Günther Träger. Köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra. Viszontlátásra.